Na sziasztok, gyerekek! Éppen itt vagyunk a Szatmár Németi kertbe. Ugye itt minden lakónak fel van osztva, itt blokádokra mondják a kert, és hát itt mindenkinek ugye megvan a helye, szépen el van rendezve, itt mindenki rendezgeti magának a kertet, ugye idősek, minden, és hát gyakorlatilag most az van, hogy megyünk le a Szamosra, nézzük a Szamos folyót, és hát igen, hónap meg majd megyünk le a városba, mert már voltunk lent, csak ugye eddig még csak játszótéren a Bence miatt, fiam miatt, aztán na mindegy. Szóval most ez lesz. Látjátok, megmutatom még egyszer, ugye itt mindenkinek megvan a maga kis kertje, meg itt is, és hát ugye a Szamos meg ott lenne a fák mögötti részen, úgyhogy majd meglátjuk, megnézzük, hogy most hogy néz ki, ugye a folyó, ugye hát megvan apadva elég durván, mert ugye itt nem nagyon esett az eső, és hát gyakorlatilag itt ugye nagyon durva apadások történtek, mert ugye itt ezen a keleti részen azért hát nem nagyon esett mostanában, ha meg igen, akkor meg nagyon kicsit, úgyhogy hát megnézzük a Szamost mindjárt, aztán meglátjuk, mi van. És azt akartam nektek megmutatni közben, hogy itt ott, ahol kezdődik a kertnek az eleje, ez ugye a párom édesapjáé, egészen, hát ugye onnan kezdődik, és ugye itt jön, itt fel van karózva, és egészen odáig a végéig, ez egy jó nagy kert az övé, és ugye mindenkinek ugye fel van osztva, rengeteg sok minden kajálnivaló van, ugye itt hát látjátok, hogy és nem is tudom, mit mondta erre az úr, hogy az apósom, hogy most ez uborka, vagy már nem is tudom, hogy mit mondott rá. Nem értek én annyira a kertekhez. És hát itt azért látjátok, hogy jócskán ez például paradicsom lesz, hogyha jól látom. Igen. És ja, azért itt egészen el van rendezve. Naposom mindig, minden egyes nap lejön, foglalkozik vele. 74 éves gyerekek, azért gondoljatok bele, hogy mennyire egy kemény munka ez egy ilyen idős embernek. És akkor így megyünk kifelé a Szamos felé, tartunk a Szamos felé. Ugye itt a fiam, apósom, párom, nővérének a kislány, a kisfia. Úgyhogy hát mindjárt majd meglátjátok a Szamost, hogy milyen lesz. Még én is kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy, ja. Hát meg ugye eljött apám is ugye velünk, aztán, ja. Na mindegy, szóval megyünk a Szamoshoz is, meglátjuk, hogy milyen éppen a Szamosnak most a vize. Na szóval akkor tartunk igen, babám, tartunk a Szamos felé. Na szóval tartunk a Szamos felé. Kukoricás, jobbról, balról, minden. És itt hát itt is ugye kukorica, itt másnak, ez már más terület, másnak a kis kertje, de azért itt is nő rendesen foglalkoznak vele. De gyerekek, hallod, lenne itt mit kaszálni. Csak hát itt mindenki megcsinálja magának.
Úgyhogy nézzétek meg. Nos, és akkor kiérkeztünk. Nézzétek meg. Hát, ugye innen szokott drága apósom vizet hozni a kertre, és hát nem mondanám, hogy kicsi a víz, mert nem kicsi. Azt mondják, hogy örvény is van benne. Szóval itt vagyunk a Szamoson. Ugye itt azért árnyékban vagyunk, nézzétek meg. Eléggé jó kis terület. Hát a Szamos víz az ugye mindenki, aki szokott, az ugye nyilván mindenki innen hordja a vizet kertre, mert ugye... Örvény is van benne. Jó, Dávid! Mert ugye... hát honnan más, honnan hordaná. És hát lényeg, hogy... Most ilyen a vízállás. Nyugodt. Ez ott, most ez ilyen, itt ilyen nyugodt hely, majd azt mondjuk. Úgyhogy... Hát mindjárt. És akkor egészen oda, odáig leszoktak menni vízér, és hát vizet felhordani. Úgyhogy ja. Szóval hát itt ezen a kis keskeny járaton szoktak lemenni, egészen addig, amíg ott van a karó, amit láttok, odáig följött a víz régebben. Most már nem. Na most aztán megyünk közben vissza, nem akarok lemaradni. De nézzétek meg, az előbb, ugye, van ott az 1000 literes IBC, és akkor abból szépen felhozzák a vizet. Felnyomja a pumpa ide. Így van, felnyomják pumpával. Ugye rá van kötve egy cső, ugye? Jó mondom? És rá van kötve a cső az IBC tartályra. Ott van, megyünk le, oda van téve a pompa, van egy helyet csinál, oda le van téve, addig húzva, innen megnyomja ide fel, tovább bele a tartályba, egyenesen. Így van, igen. És van ott látva, van az a 200 literes, abban is víz lesz, csak abban van kézzel locsolja. Ja, és igen, az a... Tudja locsolni. Az a 200 literes. Is, igen. Látjátok, ezek az emberek megoldják maguknak. Szépen felhúzzák a vizet, ahogy kell, nem siránkoznak. Mint máshol más kertgazdák. Itt meg megoldják maguknak. Úgyhogy szépen ott az a 200 literes tartály, abban is ugye ugyanígy így van, mint az IBC-ben, csak kisebb. Nagyon kevés viszki, akkor merít egyet, kienged egy vedélre, mert elosztok. Persze. Úgyhogy hát a Szamosról ennyit. És kijövök, hogy itt be tudjuk zárni. Az öreg fákat lefejtjék, ezt tudom, hogy urakázó, mert egész a törzsi, ez olyan nagy, hogy kell hárman nem bírjuk átérni. Ja igen, ezt a fát, amit itt szembe, ugye? Ott a másik, amit bevül van. Ja, azt, oda nem mentem el, de lehet látni azért, hogy nem fiatal fák. Nem fiatal fák. Nem, 100 éveken bevül van. Úgyhogy, hát gyerekek, azért itt lehet látni, hogy lehet mit kaszálni. Mert az itt akkora gaz, hogy itt most ez... Nem dolgozza senki, ez így maradt parlagban ez a föld is. Igen. Szóval, ja. Még egy kis érdekesség, hogy ne nézzétek meg ezeket a paradicsomokat, hogy mekkorák azért, mint a fejem. Komolyan, nézd meg. Gyere, itt nézd meg ezeket. Na, mindjárt megmutatja itt a... Ez már így belül veszett, figyel, itt van kettő egymás, mert szinte egy kilós mána helyen. Oda. Egy kilós paradicsom, gyerekek. Hol van itt ilyen? Hol van Magyarországon ilyen, gyerekek? Hol? Sehol. Nekik másfajta paradicsomjuk van. Úgyhogy... Itt a másik ugorka, a második ugorka, látod, mert ott van ez az első, ez a második, amit ja. Egyesen tettem. Nem ja, bőszem. Hogy itt ez most uborkasor, ugye? Igen, és ez a másik uborkasor. Itt meg ugye, hát... Ez meg a másik uborkasor.
Közben jövök ki innen a sorokból, mert nem akarok letaposni semmit. Itt csak a paprikákat, és itt vannak a paprikák. Látod, hogy tudom tejteni való. Ez a sárga paprika. Oda nézzetek. Milyen jó kis egészséges paprika. Itt van ez a paradicsom paprika. Hát gyerekek, aki törődik vele, ugye, mint a... Ez azért... Azt a mindenit. Hol van az a csipős? Majd oda menjünk, mászik. És akkor ugye azt kell tudni erről a területről, hogy 50 méter hosszú és 10 méter széles az, ami... Igen. Egy elég a krumpli sor között, itt. A csipős paprikák. Elvileg most megyünk a csipős paprikák felé. Jaj, nem akarok letaposni. Na, hát létre, mert ez a ugye, ez a lila csipős paprika, az meg a másikok, lehet. Akkor, jó, hogy nem tapostam le. Szóval, lila csipős paprika. Uh-huh. Hát Magyarországon ilyet én még nem láttam. Ez későn nőtt ki, utána nézzük, milyen koktél paradicsom van, itt van már van rajta, hát ez még csak most fog, ez későn nőtt ki, és mostan mányire nőtt. Koktél paradicsom, ez mondom, lila, paprika, gyerek. Ez másik csipős paprika. Itt meg ugye csipősek. Ugyanúgy, csak ez már zöld. Ez is csipős. Mondjuk ez igazából ez az igazi hazai magyar talán, de az nem. Ez a lila, ez nem. Én ilyet otthon piacokon még nem láttam. A virágot nem fotóztad meg? Ezek milyen virágok is? Kardvirágok. Hát gyerekek, komolyan mondom, ez egy igazi botanikus kert. Itt gyere keresztül. Nem megyek rá, mert... Na nézd, csak itt a borsot kiszedtem, és itt tettem egy másodjat és paszúj. Hát itt ez most paszúj, mondja itt az a... Másodjat is már ez. Nézd, csak itt ez most nőtt ki, ezt most tettem a helyételi 3-4 napja tettem ezt. És most nőtt ki. Gyerek, igazából ez a, ugye maga a föld minősége is sok, hát legalábbis én úgy vettem észre, hogy a föld minősége itt sokkal másabb, mint odahaza. Főleg aki táplálja. Itt árnyékosabb, itt azért bírja jobban, nem égeti annyira. Itt jobban bírja, mert ugye árnyékos a terület. És az sokat számít. Most aki ért a kertekhez, az tudjátok, hogy az azért. És akkor a lényeg az, hogy 50 méter hosszú, 10 méter széles az, ami saját terület. Tehát azért nem tudom, hogy az mennyi, most azt tudja, hogy négyzetméter, de hogy mennyi, azt nem tudom kiszámolni most így. Tehát... 500 négyzetméter. 500, jó. Szóval... Nézd, mit a leosztja. Hát... Ha értenék hozzá, biztos, hogy foglalkoznék vele, de nem értek hozzá. Úgyhogy... Igen. És akkor... Itt van a sóska, amit szoktunk szedni, hogy nézzük ki, és a sóska nyugodt. Itt vannak a sóska sorok. És akkor... Igen. Hát ugye 50 méter széles, 10 méter hosszú még egyszer, akkor... Ja. Jó, hogy ez már másé. Jó, van, oké, mert ez már másé. És akkor ez az, ami saját terület, a pósom területe. 50 méter hosszú és 10 méter széles. És akkor ott a távolban ott voltunk. Szamos, amit az előbb csináltam jelenet. És akkor hát lehet itt izzadni, meg dolgozni, úgyhogy... De aki már ugye idős, meg nyugdíjas, annak ugye más a dolog. Mert aki dolgozik, az ugye annak lehet, hogy nehezebb. De igen, hát ez lett volna. Ha ez a kis videó tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és dobjatok egy lájkot is. Sziasztok!